Megvédte címét a szófiai MMA Európa bajnokságon Kovács Alexandra. A magyar csapat összesen egy arany és egy bronzérmet szerzett a sportág amatőr kontinens viadalán. Vendégem a stúdióban az immár kétszeres Európa bajnok és edzője Palotás Ferenc. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát mindenekelőtt gratulálok, ez az egészen elképesztő teljesítmény. Hogyan fogadnak egy címvédőt az EB-n, és utána milyen versenyezni? Hát köszönöm szépen először is, hogy hogyan fogadnak. Igazából nem éreztem nagy különbséget, nyilván tudtam, hogy készülni fognak rám, hiszen most már nem csak úgy állnak hozzám, mint egy újonc és kezdő, hiszen novemberben még nem tudták, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és aztán hoztunk egy ekkora váratlan meglepetést. Nyilván most már célirányosan meg kicsit céltudatosabban készültek ellenünk, ez azért most érezhetőbb is volt. Tehát én is érzem, hogy voltak hibák, amikre mégsem tudtunk annyira készülni, vagy úgy érzem, hogy másképp kellett volna, kicsit figyelmesebben, de örülök neki nyilván, hogy sikerült ennek ellenére mégis ezt is megnyerni. Igen, készültek. Hogy lett az, hogy ez az Európa-bajnokság, a két Európa-bajnokság ennyire közel volt egymáshoz, és a világbajnokságban majd csak novemberben lesz? A Nemzetközi Szövetség, az IMMAF-nél volt most egy tematikaváltás, és a világbajnokságot rakták az év végére, mint rendezvényt, és a többi kontinens viadalt pedig megpróbálják az év elejére. Hát mondjuk az a szezon eleje? Hát igen, körülbelül a szezon eleje. Ennek volt köszönhető az, hogy most november után ismét egy Európa-bajnokság következett. Hogyan lehetett erre felkészülnötök? Tehát kellett-e valami különleges módszert követni az előző EB és a mostani között? Hogy nézett ki a felkészülés erre? Egy 3 hónapos felkészülést csináltunk végig, kimondottan erre a versenyre. Egyébként hasonlóan, mint az előzőre. Amire próbáltunk készülni, amire nem lehet készülni, hogy próbáljuk meg kivédeni azokat az új technikákat, amikkel az ellenfeleink az Alexandrával készülnek, hiszen valóban ők is már látták, hogy mi az, amit tud. Úgyhogy sejtettük, hogy új technikákkal fogunk szembesülni. Pont erre voltam kíváncsi, hogy te hogy tudsz megújulni. Tehát mi az, amit ilyenkor meg lehet még tanulni? Nem tudom, jól mondom-e, hogy ilyenkor egy ilyen sportágban van-e arra lehetőség, hogy valami új technikát hozzál? Hiszen most már mindenki videón megnézi, hogy mozogsz, mit csinálsz, melyik kezed, melyik lábat használod szívesebben, ügyesebben. Hogyan lehet ilyenkor, mint címvédő, már egy kicsit valamit újítani? Igen, nyilván tanulásról van szó, de mégsem teljesen új, tehát egy új technika, hanem inkább kiegészítésről. Tehát, hogyha van egy bevált technika, amit én nyilván előhozok, már észrevettük akkor is, hogyha a legnagyobb fáradtságon túl vagyok akkor is, azt próbáljuk még kiegészíteni, és inkább most ezen volt a hangsúly, hogy azokat a technikákat, amiket szeretek és jól alkalmazok, azokat tovább fejlesszük. És ezzel próbálkoztunk most megvédeni a címet. Mi Alexandra erőssége? Mi az, amiben ő nagyon jó, amiben jobb, mint a többiek mindenképpen, és mi az, amit még mindenképpen fejleszteni kell nála? Úgy gondolom, az erőssége az, hogy kiváló versenyző alkat. Aki lát egy versenyt, ahol indul, és figyeli azt, hogy én mit mondok, és ő hogy reagál, szerintem csak álmulja. Tehát mint egy videójáték úgy tudom sokszor irányítani, és ennek persze az alapja az, hogy feltétlen a bizalom az ő részéről, az én szakmai tudásom iránt, és tudja, hogy nem akarok neki rosszat. És akkor mi a gyengéje, ami mindenképpen egy kicsit nincs javítani gyengéje, kell? Nincs gyengéje. Hát ezzel lehet tökéletesíteni, másképp, nem? Másképp nem lehet ilyen eredményeket elérni. Ugye beszélünk itt versenyről, erősségekről, gyengébb pontokról, de egy lány az hogyan választja ezt a ketrec harcot, vagy nem is tudom, hát ez valami egészen döbbenet. Nem félted az arcod? Hát egy nő azért mégiscsak szeret csinos lenni, jól kinézni, azért ez nem az, ahol vigyáznak rád. Hát nyilván nem ez volt az első állomás a küzdősportokon belül. Tradicionális jiu-jitsuval kezdődött, ez 15 éves koromban, tehát viszonylag későn, ha azt veszük. És igazából, ahogy megismerkedtem ezzel a világgal, teljesen megtetszett. És akkor így lépésről lépésre haladtunk, aztán jött a Kempó, és úgy érzem, ez marad is. Az Embukán Kempó tagjaként gyakorlatilag a sportágat próbálom én is gyarapítani, erősíteni, kis klubokkal is, tehát teljesen az életem része lett. És a Kempó tulajdonképpen már csak egy hajszál választja el a Kempót MMA-tól, mert igazából pici szabályeltérések, tehát
nyilván finomabb a mi sportágunk, mint egy MMA verseny, és kisebb a kesztyű is MMA-ban például, tehát igazából nagyon, nagyon kevés az, ami elválasztja ettől, viszont a mezőny a sokkal nagyobb, és ugye, mint ahogy lányként, lányok nem annyira űzik a küzdősportokat annyian, mint ugye a férfiak, így sokkal több a lehetőség a megmérettetésre, és nyilván az, hogy én most hogy milyen szinten állok, ezt csak így tudjuk lemérni. Mindig is egy ilyen harcos, verekedős kislány voltál, vagy? Na, igen, egyébként, tehát egyik talpra esett kislány voltam, úgy tudom, édesanyukámtól, de táncolni szerettem volna, tehát ez volt a legelső tervem. Így határozottabb, aztán megláttam egy ilyen küzdősport bemutatót, és így miért ne? Igen, de küzdősport és küzdősport között is van különbség, igen. És ahogy mondtad, a kempótad is azért egy kicsit finomabb, mint ez. Azért te a legvadabb részét választottad szerintem, amit nő választhat. Igazából ez a bizalom miatt is van. Nem gondolkodtam MMA-ban, tehát önmagamtól nem kezdtem volna, viszont az edzőm azt mondta, hogy ő lát bennem fantáziát, és látja, hogy el tudja velem végezni azt a munkát, ami szükséges. Ha szeretném, akkor ő ebben segít nekem, hogy megpróbáljuk ezt az oldalát is ennek. Én pedig gondolkodtam egy kicsit, és igazából úgy éreztem, hogy miért ne, hát ez egy új újdonság, és én sem azt tervezem, hogy örök életem végéig, tehát versenyezni fogok, úgyhogy akkor kihozom a maximumot, amit tudok. Igen, de hogyha ilyen pici a különbség közte, és az egyik azért persze durvább, mint a másik, akkor nem rögzülnek ezek a mozdulatok, és nincs az, hogy amikor megy a verseny, és nem lehetne úgy ütni, akkor esetleg benned van a mozdulat, hogy erősebbet ütnél, vagy másképp ütnél? Indultunk más szabályrendszerekben is, a nemzetközi kempó versenyeken, és ott pont ez volt egyébként a nehézsége egy light contactba, tehát ahol nem lehetett erősöt ütni, sőt megintettek a erősütésekért. Ott azért izgultam, hogy vajon meg tudom-e azt a határt szabni magamnak, hogy itt most nem szabad erősöt ütni, viszont gyorsan kell, és egyébként nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni Fecóval, mert megmondja, hogy mit kell csinálnom, és ez nekem hatalmas segítség. Tehát tulajdonképpen nekem csak el kell végeznem, és én mindig is egy ilyen típusú ember voltam, hogy kiadták a feladatot, és én azt megcsináltam. Tehát, hogy... Egyébként ezért is választottuk az MMA szabályrendszert, és kezdtük el a versenyzést a HMMAF szervezetében, hogy kijussunk erre a nemzetközi versenyre, ahol valóban értékként kezelik a versenyzőket. Egy nemzetközi utazó cirkusz, ez gyakorlatilag ugyanazok szervezik a versenyt, ugyanaz körülbelül a bírói gárda, azok a cutmenek, akik a profi bandást építik, úgyhogy ezt a versenykörülményeket is egy magyar küzdősportosnak szerintem nagyon nagy élmény megtapasztalni, ami ott van. Hát gratulálok még egyszer, és sok sikert az egész szezonra, és majd természetesen a világbajnokságra meg külön. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok nálunk. Köszönjük.